Migrációs körképünk következik. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogy hogyan kezeli az illegális migrációt Bosznia-Hercegovina, Németország és Spanyolország. Bosznia-Hercegovinával kezdjük, ahol most már nem csak a folyamatosan érkező migráns csoportok okoznak gondot, hanem azok is, akik elhagyni készülnek az országot. A boszniai-horvát határ térségben például egyre erőszakosabb módszerekhez folyamodnak a migránsokat szállító embercsempészek, akik szemrebben és nélkül törik át a közúti határátkelőket. És közben a térségben több felfegyverzett embercsempész bandáról szereztek tudomást a hatóságok. Tóth Diannát kapcsoljuk most a további részletekért a boszniai-horvát határ közeléből. Jó reggelt kívánok! Mit tapasztalható tehát most a térségben, illetve az említett fegyveres bandákról mit lehet tudni? Hogyan dolgoznak? Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Ez az a térség, amely fokozottan vonza jelenleg a migránsokat. Mindössze néhány kilométerre vagyunk a horvát határtól, ahol folyamatosak az illegális bevándorlók próbálkozásai. A napokban több migránssal is beszélgettünk, akik közül többen elmondták, hogy a közeli migránstáborból naponta legalább 50-en indulnak el a határa, de ha kedvez az időjárás az illegális határátlépéshez, akkor akár 100-150-en is megpróbálnak átjutni a határon. Vannak, akik gyalogosan az erdőkkel borított hegyeken keresztül tesznek kísérletet, azok azonban, akik meg tudják fizetni az embercsempészek szolgáltatásait, azok személygépkocsik, furgonok vagy egyéb tehergép járművek utasaiként igyekeznek bejutni a szomszédos országba. Nekik a migránsok elmondása szerint 1500 eurót kell fizetniük. Az embercsempészek pedig mostanra úgy szólván felszabadultak itt Boszniában. Most már meg sem próbálják elkerülni a hatóságokat, hanem helyette kiszemelnek egy kevésbé forgalmas, kisebb közúti határátkelőt, ahol nagy sebességgel és lassítás nélkül hajtanak keresztül, feltörve a sorompókat és az egyéb akadályokat is. Ezek a mutatványok egyébként már önmagukban is igen veszélyesek, nem beszélve arról, hogy az ilyen járművek a legtöbb esetben migránsokkal telezsúfolva közlekednek. Mindez mellett pedig további aggályokat keltett a térségben az a hét folyamán felröppent hír, miszerint a boszniai-horvát határ közelében, Bihács térségében legalább 6 olyan embercsempész bűnbanda tevékenykedik, akik állig fel vannak fegyverkezve. Olyan csoportok ezek, akik tavaly Szerbiában több alkalommal is fegyveres összetűzésbe keveredtek egymással, elsősorban, mint azt jól tudjuk, a szerb-magyar határ közelében, és az illetékesek szerint csupán idő kérdése, hogy mikor esnek itt is egymásnak. A téma kapcsán tegnap megszólalt a boszniai biztonsági miniszter is, és Nenad Nešić elmondta, hogy a biztonsági szerveknek tudomásuk van a bűnözőkről, sőt, 10 embert már le is tartóztattak, közöttük több olyan személyt is, akik Szerbiában is a körözöttek listáján szerepelnek. A miniszter továbbá kiemelte, hogy a továbbiakban újabb akciókat fognak szervezni a felfegyverzett bűnözői csoportok semlegesítése érdekében. Folytassuk Németországgal, ahol közmunkára kötelezték a migránsokat Türingia tartomány egyik járásában, és közben a járások szövetsége azt követeli, hogy országszerte minden menedékkérő számára tegyék kötelezővé a munkavégzést. Berlinbe kapcsolunk tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Szervusz, jó reggelt kívánok! Ugye heves a vita, azért a kérdésben nem egységes az álláspont. Ugyanakkor a szövetségi munkaügyi miniszter szerint bizonyos esetekben azért volna értelme egy ilyen intézkedésnek. Mekkora az esély rá, bevezethetik országosan?
Jó reggelt kívánok! Valóban Németországnak vannak olyan tartományai, amelyeknek bizonyos járásai előszeretettel tesztelnek új módszereket. Ilyen Türingia tartomány két járásában kezdték el tesztelni még tavaly az úgynevezett migráns kártyát, miszerint a migránsok a készpénzes juttatásokat egy speciális bankkártyán kapják, és Türingia egyik járása Saarle-Orle az, ahol, ahogy említetted, közmunkára fognák a migránsokat. Itt egy új járási vezető lépett nemrég hivatalba, ő a CDU politikusa, Christian Hergot, aki elhatározta, hogy közmunkára fogja a migránsokat. Erre egyébként a menekültügyi törvény lehetőséget ad, hiszen az ideérkező menedékkérők 3 hónapig nem vállalhatnak munkát, ami azt jelenti, hogy nem létesíthetnek munkaviszonyt. Arra viszont van lehetőség, hogy közmunkát végezzenek, például takarítást végezzenek épületekben, takarítsák a közutakat, vagy a téli hónapokban esetlegesen havat lapátoljanak. Pénzt is kapnak ezért a munkáért a migránsok, napi 4 órában végezhetik a munkát 80 centes órabérért, ami azt is jelenti, hogy egy hónapban akár több mint 60 eurót is kereshetnek. 50 migráns van itt ebben a járásban, akik már sajtóhírek szerint el is kezdték a közmunkát, viszont azok, akiknek felajánlják a munkát és azt nem vállalják, és azoktól megvonják a juttatásokat, tehát havi szinten akár 180 eurós juttatást is veszíthetnek azok a menedékkérők, akik nem hajlandók közmunkát végezni. Németországban reakciók sorozatát váltotta ki ez az intézkedés, megszólalt a járások szövetségének a vezetője, ők nyomban azt kezdeményezték, hogy országosan be lehetne vezetni ezt a módszert, de megszólalt a szövetségi munkaügyi miniszter is, Hubertus Heil, aki a szociáldemokrata párt politikusa, ő azt hangsúlyozta, hogy bizonyos esetekben, egyes esetekben lehet hatásos szerinte ez a módszer. A járások szövetsége egyébként azt véli, úgy vélekedik, hogy a migránsokat a közmunka megindíthatja az integráció útján, és Németországban is beszélnek már arról, hogy a migránsoknak vissza kell adni valamit a német társadalomnak, abból gyakorlatilag, amit itt azokból a kedvezményekből, amiket itt élveznek, tehát ők a német adófizetők pénzéből élnek itt, legalábbis a kezdeti időszakban, és azt követően az a cél, hogy ebből valamit vissza is szolgáltassanak. Németországban egyébként az országos egység az, ami rendkívül nehezen megvalósítható, ezt jól láthattuk a speciális bankkártyák példáján, ezt is elkezdték tesztelni több tartományban, Hamburgban már be is vezették, viszont az országos egység az, ami kudarcot vallott, hiszen a kormánypártok közül a zöldek hátráltak ki ebből a kezdeményezésből. Most úgy tűnik, hogy a menekültek ellátásáról szóló törvényt mégis módosítják, tehát azt jelenti, hogy egy hivatalos opció lesz a bankkártya, a természetbeni juttatások, illetőleg a készpénzes juttatások mellett. Arról már a tartományok dönthetnek, hogy a bankkártyáról vehetnek-e fel pénzt a migránsok vagy sem. Ezek az intézkedések egyébként már Németország számára is fontosak, hiszen egyre többször hangsúlyozzák, hogy vissza kell szorítani az embercsempészek tevékenységét, és minden lehetséges módszerrel meg kell akadályozni, hogy az ideérkezett migránsok a származási országba a családtagjaiknak juttassanak el pénzt, nagyobb összegeket, és hogy a német adófizetők pénzéből tartsák el őket. És akkor végül Spanyolország, ahol másfél nap alatt 100-an jutottak be illegálisan az észak-afrikai spanyol autonóm város Ceuta területére, a szomszédos Marokkóból. A határsértők negyede gyerek, akiknek elhelyezése egyre nagyobb nehézséget okoz a helyi hatóságoknak, ezért a város vezetése migrációs vészhelyzetet hirdetett, és a központi spanyol kormánytól kért segítséget. Madridból Fehér Krisztinát kapcsoljuk most a továbbiakért. Hogyan jutottak be ennyien a spanyol területre, és milyen nehézségeket, problémákat okoz ez a helyieknek? Köszöntök mindenkit. Az utóbbi évek viszonylagos nyugalma után most februárban emelkedni kezdett a határsértők száma az észak-afrikai spanyol városban. Ceutában egy egyszerűnek hangzó, de itt eddig mégsem túl gyakori módszerrel jutottak be, ugyanis átúztak a mindössze néhány száz méterre található marokkói tengerpartról. A két országot ezen a részen egy kerítéssel ellátott móló választja el csupán, viszont a terület
be van kamerázva, őrtoronyból is figyelik, illetve a határ mindkét oldalán szárazföldi és vízi egységek is járőröznek. Emiatt eddig nem is sűrűn próbálkoztak meg bejutni ezen a szakaszon, vagy legalábbis nem tömegesen. Ami viszont most változott, az az időjárás, ugyanis februárban több viharciklon is érintette a területet, és ezt a rossz időjárást sokan kihasználtak arra, hogy átszökjenek a spanyol területre, abban bízva, hogy ilyenkor enyhül az ellenőrzés is. Először február elején észlelték azt, hogy a viharos tengeren át több kisebb csoport úszva próbálta meg elérni Ceutát, dacolva a hullámok erejével, a víz alacsony hőmérsékletével, illetve azzal a veszéllyel, amit a sziklás tengerpart jelent ezen a részen. A riasztott vízimentők beszámolói szerint a körülmények miatt nem is mindenkit tudtak kimenteni a tengerből. Ennek a hétnek az elején mindössze 36 óra alatt meghaladta a százat azoknak a száma, akiknek sikerült partot érnie Ceutában. Túlnyomó többségük marokkói állampolgár, de van köztük néhány szír, illetve algériai is. Sok fiatal és kiskorú is érkezett. Őket a gyerekek ideiglenes befogadó központjába vitték a hatóságok, viszont az intézményben már így is több mint 230 gyerekről gondoskodnak, amivel már eleve meghaladja 100-zal a létesítmény előírt maximális kapacitását. Éppen emiatt az autonóm város vezetése segítséget kért a spanyol központi kormánytól, hogy más tartományok vegyenek át tőlük gyerekeket, olyan régiók, amelyeket nem érint közvetlenül az illegális bevándorlás, mert nem határszakaszon helyezkednek el. A Ceuta elnöke épp a múlt héten találkozott a spanyol belügyminiszterrel itt Madridban, mert véleménye szerint, ha ez a migrációs hullám tovább folytatódik, akkor néhány hónapon belül akár humanitárius válság is kialakulhat a gyerekek ellátását illetően. De ez nem jelenti azt, hogy a felnőttek elhelyezése ne lenne problémamentes, mivel Ceutában a számukra kialakított befogadó központokban mindössze 512 embert tudnak elhelyezni. Spanyolország és Marokkó között kétoldalú megállapodás van érvényben, a határszakaszon feltartóztatott felnőtt illegális bevándorlók azonnali visszafordítására, azonban az elmúlt hetekben Marokkó ezt nem teljesítette, nem fogadta vissza a saját állampolgárait, és hivatalos indokot nem közölt egyelőre erről. A ceutai autonóm kormány szóvivője szerint a megnövekedett határsértések száma mögött egyértelműen az áll, hogy Marokkó nem tesz eleget a határellenőrzésnek a saját oldalán. Fehér Krisztinának, illetve Noll Katalinnak és Tóth Diannának is köszönjük szépen.